Kortárs zene, tánc és közös improvizáció töltötte be a csíkszeredai központi tereket. A Contemporary Artistic Movement Platform keretében hazai és külföldi táncosok, színészek, koreográfusok, zenészek és egyetemisták dolgoztak, alkottak közösen 7 napon keresztül. Nagy színpadi előadások keretében is bemutatták a táborban végzett munka eredményét. A seregszemleként is működő tánctábor és fesztivál egyedülálló kezdeményezésnek számít Kelet-Európában, egy olyan tánc és vizuális művészeti közösség, amely a progresszív workshopokra és táncműhelyekre összpontosít. Ezeket szakemberek tartják, de egyben különböző művészeti ágak találkozási pontja is. Workshopokra alapozik, edukatív programokra, progresszív koreográfusok segítségével, akik oktatóként vannak meghívva. Emellett kulturális programjaink is vannak, mint például táncfilm, dánc dokumentumfilm, jam sessionök, amelyek nyitottak a táncosoknak és a nagy közönségnek improvizációs alapú zenére fuzionálni. A zenészek, táncosok, színészek közös munkája, improvizációs fellépéseik a résztvevők számára is új kihívásokat, megközelítési módokat jelentettek. Ez egy másik fajta találkozás, amikor az ember ismerkedik a testével és a határait feszegeti, vagy éppen átlép olyan dolgokat, amit szerintem a mozgással lehet egyedül átlépni. A táncosok, koreográfusok szerint nem csupán a személyes találkozások, de a szakmai seregszemle jellege is élménnyé teszi a tábort. Egy egyedi fórum, szakmai fórum itt Erdélyben, ami szerintem egy ilyen hiánypotló, és ezért így a kettőt összetéve így emberileg is, és így szakmailag is egy ilyen ajándék így nyáron. A Camp platformot 2017-ben indították Sepsiszentgyörgyön, Bordás Attila ötlete és koncepciója alapján, aki azóta is ügyvezetője és művészeti igazgatója. A fesztivál 2021-től Csíkszeredában zajlik, több mint 150 résztvevővel.